Mindenkit szeretettel köszöntök a Fidesz-KDNP sajtótájékoztatóján, amit azért tartunk, mert újabb botrányról lehet hallani a Jobbikban. A Jobbik antiszemita vonalához tartozó Kulcsár Gergely országgyűlési képviselő a hírek szerint újabb botrányba keveredett. Ahogy a tegnapi híradások is beszámoltak arról, hogy az antiszemita parlamenti képviselő kiskorúval folytatott viszonyt, és a tanúk állítása szerint erről a viszonyról maga a párt elnöke Vona Gábor is tudott. Szeretnénk a Jobbik elnökétől hallani, hogy Vona Gábor tényleg tudott-e arról, hogy az antiszemita jobbikosnak volt egy ilyen viszonya. És ha tudott róla Vona Gábor, akkor a párton belül miért nem lett ennek következménye? Persze nem ez az első eset, hogy Vona Gábor fedezi az antiszemita politikust. Kulcsár Gergely már több alkalommal is nyíltan antiszemita kijelentéseket tett, mégse lett annak semmilyen következménye. Sőt, Vona Gábor nemrég egyébként személyesen ment el kampányolni Kulcsár Gergelyhez, aki egyébként várhatóan a Jobbik egyéni képviselőjelöltje lesz 2018-ban is. Holott Kulcsár Gergely régóta antiszemita, gyűlöletkeltő és náci tevékenységet folytat. Emlékezhetnek önök is arra, hogy a holokauszt áldozatait kamukauszt áldozatainak nevezte, és ezzel teljesen nyilvánvalóan holokauszt tagadást követett el. Majd a holokauszt magyar áldozatainak emlékét meggyalázva beleköpött a dunaparti cipőkbe, amely a Dunákba lőtt zsidóknak állít emléket. Erről meg is osztott egy vidám és büszke fotót, amelyen hüvelykujját feltartva a cipők mellett guggol. Arra is volt példa, hogy újévi jókívánságként horogkeresztet is küldött szét pártársainak egy körímélben. Tehát az, hogy Kulcsár Gergely antiszemita, ahhoz kétség sem férhet. És mindezek után én azt gondolom, hogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Jobbik a zavaros ügyek és a zavaros emberek pártja. Kezdhetjük a sort Zagyva György Gyulával, aki nemrég életveszélyesen megfenyegette egy kritikusát, valamint annak családját. Aztán ott van Szilágyi György, aki nem tudta tűrtőztetni magát, és fizikai erőszakkal fenyegetett meg egy államtitkárt a parlamentben. Aztán folytathatjuk a sort KG Bélával, a Jobbik Európa Parlamenti képviselőjével, ugye akinél felmerül annak a gyanúja, hogy az orosz titkosszolgálatokkal működött együtt. És ebbe a sorba áll be Kulcsár Gergely ezzel az újabb botrányával. Azonban a jelek szerint Vona Gábort ez nem csak hogy nem zavarja, hanem tudomás sem vesz a Jobbik róla. Az sem zavarja Vona Gábort a látszat szerint, hogy Kulcsár Gergely antiszemita, és azt sem zavarja, hogy kiskorokat ront meg a Jobbik frakciójának egyik tagja, országgyűlési képviselője. Rendkívül cinikus az, hogy a Jobbik szóvivője tegnap úgy csinált, mintha az ügy nem is létezne. Semmit nem válaszolt az ügy részleteit firtató újságírói kérdésekre. Éppen ezért elvárjuk, hogy a Jobbik elnöke, Vona Gábor végre válaszoljon, tényleg tudott-e az antiszemita jobbikos újabb botrányáról.